Lassan szállingóznak a vendégek az egyik helyi étterembe. Harmadik alkalommal rendezte meg a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány az éves báját, amire az idén is sokan voltak kíváncsiak. Az elmúlt években tapasztalt remek hangulatnak köszönhetően a jegyek gyorsan elfogytak a bált megelőzően. Célközönségünk célirányosan nem volt mindenki, aki szereti a bajai labdarúgást, a fotbalt, és akarja a Luát támogatni, és jól akarja érezni magát. Mindenkit szeretettel vártunk. A Lua elnöke nyitó beszédében üdvözölte a vendégeket, majd köszönetét fejezte ki a támogatóknak, Baja város vezetésének, és nem utolsó sorban az alapítványnál futballozó gyermekek szüleinek. A vendégek között köszönthették László Károly alpolgármestert is, aki elégedetten nyilatkozott az alapítvány tevékenységéről. A Baja város önkormányzata nagyon nagy figyelmet szeretne fordítani a fiataloknak a sporthoz való hozzáállásával, a sportnak való megszeretésével. Ennek egyik jó alapja, hogyha a gyerekek esetleg a labdarúgást választják. Az elnök úrral tartott tárgyalások során úgy érzem, hogy ez a szervezet, ez az egyesület megfelelő helye annak, ahol egy fiatal esetleg a futballt, a labdarúgást meg tudja szeretni. A szervezők egy rövid videó összeállítással készültek a vendégek számára, ahol korosztályokra lebontva mutatták be az alapítvány csapatainak mindennapjait. Az est további előkészületeiről a főszervezőt kérdeztük. Igazából a ketten csináltuk az Edinával, a kolléganőmmel. Mi szerveztünk meg az egészet, tehát mi árusítottuk a jegyeket, tombolákat gyűjtöttünk, illetve az egész díszítést, a vetítést megcsináltuk az elején. Úgyhogy igyekeztünk színvonalas estét létrehozni. A megnyitót követően svédasztalos vacsorával kedveskedtek a vendégseregnek, majd kezdődhetett az önfeled szórakozás. Az est hangulatáról az idén is a bohémek gondoskodtak, akik most is hajnalig húzták a talpalávalót. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tartottak tombola sorsolást, ahol már megszokott, hogy értékes ajándékokért lehet versenybe szállni.